A titkos szolgálat embereinek kellett kimenekíteniük Donald Trumpot egy kampányrendezvényről. A tömegben ugyanis valaki azt kiáltotta, hogy fegyver van nála. Átvizsgálták, de végül kiderült, hogy semmilyen fegyver nem volt nála. Közben már 40 millióan adták le voksukat az Egyesült Államokban, élve a korai szavazás lehetőségével. Igazán akciódúsra sikerült a kampányhajrá, szombaton mindkét elnökjelölt menekült. Az egyik az eső, a másik egy tüntető elől. Donald Trumpot biztonsági emberek menekítették le a színpadról az esti nevadai nagygyűlésen. A titkosszolgálat jelentése szerint a republikánus jelöltet azután kellett biztonságba helyezni, miután a közönség soraiban egy férfi fegyvert kiáltott. A titkosszolgálat ügynökei Trump beszédét megszakítva rohantak az emelvényre azután, hogy incidens alakult ki a tömegben, mindössze pár méterre Trumptól. A fegyvert kiáltó férfira több ügynök vetette rá magát, az alapos átvizsgálás után azonban nem találtak nála semmilyen lőfegyvert. A dulakodás közben sokan megijedtek és kiszaladtak a teremből. A gyanúsítottat őrizetbe vették. Trumpnak nem esett baja, és néhány perccel azután, hogy kivezették a rendbontót, visszatért az emelvényre és befejezte kampánybeszédét. Senki nem mondta, hogy könnyű dolgunk lesz, de sose állunk le. Köszönet a titkosszolgálatoknak, fantasztikusak ezek a srácok, mondta Trump. Nevadában egyébként nem áll túl jól a republikánus jelölt, itt jelentős Clinton előnye. A korai szavazás lehetőségével 40 millióan adták le a voksukat országszerte. Hillary Clintont nem támadták meg, neki az eső miatt kellett rövidre zárnia az egyik floridai kampánybeszédét. A demokrata jelölt a futó záporban olyan lelkesedéssel mondta el gondolatait, hogy a végén szinte táncra perdült az esőben. Azt azonban, hogy kinek lesz oka örömtáncra, azt még nem lehet tudni. Ez két nap múlva derül ki. Az ATV híradóját Vizin Balázs tudósította Atlantából.